Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagy elégedett a jelenlegi világgal? Nem vagy elégedett, vagy elégedett vagy? Nem. Nem? És szerinted mi várható a jövőre? Nem, mi várható? Hát mondjuk a következő években mi várható? Tehát ne azt nézzük, hogy mi lesz, tudom, x évtized múlva, hanem hogy most, mondjuk a következő egy-két évben mi várható? Az emberiség hajója süllyed? Csökken a rezgés. Csökken a rezgés? És ugye egy kérdés van, hogy te hogy akarod élni a közeljövőben, távolabbi jövőben az életedet, nem? Nem ez a kérdés. Ugye megkérdezném azt is, hogy hány emberrel vagy hány emberre vagy befolyással. Tehát ha van egy családod, akkor talán ott befolyással bírsz. Még az se biztos. Hát csak azért kérdezem, mert ugye ez jó kérdés, ez az első kérdés, hogy hogyan akarod élni a közeljövőben az életedet, mert hát attól, hogy te valahogy akarod élni az életedet, attól még lehet, hogy a többiek nem engedjük be, nem, aki késett, az így járt. Jó, tehát ugye azért jó kérdés, mert csak akkor tudsz tehát másnak az életén is esetleg javítani, hogyha tudsz rájuk befolyással lenni, azokra az emberekre. De hát ugye egy kérdés van, hogy vajon milyen életet szeretnél élni? Tehát ugye az, hogy valakinek milyen az élete, az mindenkinek a saját döntéseinek sorozatának a következménye. Tehát mindenkinek. Felnőttként természetesen, gyerekként nem, de felnőttként. Tehát mindenki, ahogy most éli az életét, a saját döntéseinek a sorozatának a következménye. Na most ezáltal a jövőben is, amilyen lesz az életed, az a jövőbeni döntéseid sorozatainak a következményei lesz. Tehát ezáltal ugye lehet, hogy te úgy gondolod, hogy nagy mértékben külső tényezők befolyásolják a te életedet, de az embernek az élete mindig úgy zajlik, ahogy ő saját maga hoz döntéseket, és annak a döntéseknek alapján történik bizonyos következmény, és a következményeknek ugye meg lehet negatív vagy pozitív hatása. Tehát most mondok példát, a házasságok, mondjuk ha levesszük az idősebb generációt, akkor a házasságok, hát mondhatjuk azt, hogy több mint fele az válással végződik. Tehát minden második ember tudna azt mondani, hogy gyakorlatilag nincs befolyása még a saját párjára. Sem. Mert ha lenne, akkor lehet, hogy nem válással végződne az a párkapcsolat. Tehát ha jobban megnézzük, akkor
egyedül egy ember tudsz befolyásolni, a saját magad, nem? És ezért ugye volt ez a kérdésem, hogy te saját magad, tehát hogy a te közeljövőd, milyen közeljövőt szeretnél magadnak? Milyen közeljövőd? Vagy milyen kicsit távolabbi jövőt, vagy esetleg még távolabbi jövőt? Tehát van ezzel kapcsolatban van valamilyen elképzelésed, vagy hát majd ahogy esik, úgy puffad. Tehát vannak égi alapelvek, amely alapján működnek a bizonyos dolgok. Tehát például egy alapvető égi alapelv mindenütt az univerzumban, ez így működik, nem csak a Földön, hanem mindenhol a világegyetemben. Ha valamit nem gondozunk, nem ápolunk, nem fejlesztünk, nem gondoskodunk róla, akkor az anyagról beszélek, akkor az megpróbál visszamenni az alapállapotába. Tehát az azt jelenti, hogy vissza akar rendeződni energiaállapotba. Tehát energiaállapotba. Ugyanis minden anyag energiából van, és megpróbál minden szépen visszarendeződni energiaállapotba. De nyilván nem egyformán, hát van, ami évmilliók alatt rendeződik vissza energiaállapotba, van, ami pár év alatt. Tehát most gondold végig, most olyan műanyagokat kezdtek el gyártani, ami lebomlik. Tehát ami azt jelenti, hogy visszatér az alapállapotba, amiben volt. Sőt, ilyen nem teljesen abban az állapotban, mert ugye átment valamilyen vegyi folyamatokon, de lényeg az, hogy megszűnik egy idő után az az állapota, amiben mondjuk megismerted. Na most ezt most azért is mondom, mert gondold végig, hogy a világ, még egyszer, a világegyetemben minden vissza akar rendeződni az alapállapotába. Na most neked mi volt az alapállapotod? Az alapállapot az volt, hogy nem éltél. Világos ez? Minden embernek az volt az alapállapota, hogy nem élt. Nem mint lélekre gondolok, mint test. Tehát ebben a testben te nem léteztél. Világos? Ez volt az alapállapotod. És egy ember, amikor meghal, akkor gyakorlatilag visszamegy abba az állapotba, amiből jött. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy hát most gondold végig, ha még egyszer a szabály úgy működik, hogyha valamit nem gondozol, nem fejlesztesz, nem gondoskodsz róla, nem ápolsz, de mindig a kulcs, a második szó volt, a nem fejlesztesz. Fejlesztés. Növekedés. Tehát ha nem növeszted, nem javítod, stb. Stb., akkor minden előbb-utóbb visszarendeződik az alapállapotba. Tehát gondold végig, ha fognád és elkezdenél nem enni, tehát az étellel valamilyen szinten gondoskodsz magadról, nem? Az egy gondoskodás. Ha iszol, az is egy gondoskodás, itatod magadat, gondoskodsz magadról, de kezdjél el mondjuk nem enni, nem inni, és meddig bírod élő emberként. Ami azt jelenti, hogy visszarendeződsz abba az állapotba, amiben voltál. Tehát az azt jelenti, hogy nem látható élőlény voltál, mielőtt lekerültél
mielőtt beszülettél ebbe a föld testbe, és ha valaki meghal, akkor onnantól kezdve bár a testét látod, csak nem élő, tehát nem élő lényként látod. Tehát olyankor, mikor valaki meghal, akkor nem látod őt már, mint élő lény. Érted? De azelőtt se láttak téged élő lényként, mielőtt megszülettél. Tehát, hogyha nem gondoskodsz magadról kellőképpen, akkor visszarendeződsz abba az állapotba, amiben voltál. Világos ez? Egyet tudtok ebben érteni? Na most, de az nem elég, hogy valamiről kicsit gondoskodsz. Ami azt jelenti, hogy az emberi létformának nem elég az, hogy csak megeteted, megitatod. Még egyéb dolgokat is kell csinálni, nem? Mondjuk például azt, hogy ruháznod kell magadat, nem? Akkor óvnod kell magadat a különböző elemektől, ezért mondjuk beköltözöl egy zárt térbe, nem? Akkor ugye több olyan dolog van, amivel az ember gondoskodik magáról, nem? De gondold végig, hogy még nem csak ennyiről szól az emberi lét. Tehát például arról is, hogyha valaki nagyon sokat betegeskedik, akkor előbb-utóbb valamelyik betegség elviszi, nem? És már nincs is a élőlények között az illető, hanem visszarendeződött az előtti formába, ami előtt ugye megszületett volna. Tehát például az is egy fontos dolog, hogy az ember hát egészséges maradjon, nem? Vagy egészségessé váljon, ha éppen nem egészséges, és lehetőleg minél hamarabb egészségessé váljon, nem? Tehát úgy gondoskodjon magáról, hogy az egészsége az megmaradjon, nem? Mert minél kevésbé gondoskodik valaki az egészségéről, nyilvánvaló annál hamarabb meghal. Akkor mi van még, ami gondoskodás? Miről kell el gondoskodni? Hát nagyon egyszerű. Nem tudom, mennyire szereted a fájdalmat. Ki az, aki szereti a fájdalmat? Vagy a fájdalmakat? Tegye már föl a kezét. Skype-on sem szeretitek? Nem? Oké. Jó, tehát nem szeretitek. És mi lenne, hogy állandó fájdalmak közt kellene élned az életedet? Jó lenne? Nem, borzalmas lenne. Előbb-utóbb azt csinálnád, hogy inkább elhagynád ezt a földi létet. Világos ez? Tehát magyarul talán olyan életet is kellene élni, hogy minél kevesebb fájdalom érjen téged. De az emberek nem csak fizikai fájdalomba szoktak belehalni, hanem a problémák okozta fájdalomba is. Ezt úgy szokták nevezni, hogy lelki fájdalom. Lelki fájdalmat van, aki szeret itt a teremben? Nem? Skype-on? Nem. Jó? Tehát azt se szereti senki. Tehát nem szeretitek a fizikai fájdalmat sem, nem szeretitek a lelki fájdalmat sem, de ha nem teszel azért, hogy ne legyen fizikai fájdalmad, lesz. Ha nem teszel azért, hogy ne legyen lelki fájdalmad, akkor lesz. Világos ez? És ha ezek túlzásba viszik a jelenlétet, a fizikai és a lelki fájdalom, akkor előbb-utóbb számodra nyűg lesz az élet. És a fájdalmak miatt az emberek azt szokták kívánni maguknak, hogy bárcsak már nem élnék. De miért történik ez meg?
Hát mert van az univerzumi szabály, hogy mindent, ha azt akarod, hogy jól nézzen ki, jól működjön, stb. Stb., akkor gondozni, ápolni, fejleszteni, növelni kell, stb. Stb. Érted? Na most te mit látsz, ha körülnézel? Emberek vajon ismerik ezt az elvet? Ha valamilyen alapvető szinten ugye gondoskodnak magukról, de hát akkor miért vannak fájdalmaik? Miért betegek az emberek? Miért? Mit tudom én, éri őket baleset? Miért éri olyan lelki fájdalom? Tehát a baleset, olyan balesetre gondoltam nyilván, amelyik fájdalommal jár. Vagy mondjuk van egy probléma, például az, hogy megcsalja a párja. Hát gondold végig, akit valaki már megcsalt, tehát a párod megcsalt valaha életedben, akkor biztos, hogy átéltél egy lelki fájdalmat, nem? Vagy ha életedbe elváltál, biztos, hogy átéltél egy lelki fájdalmat, nem? És ez jó neked? És miért nem tettél olyan dolgokat, hogy ez ne történjen meg? Tehát magyarul például akinek párkapcsolati gondja volt valaha, és ez lelki fájdalmat okozott neki, hát miért nem tett azért, hogy jobban bánjon a párjába? Nem, ez nem tudáskérdés. Tehát az, hogy valaki tudjon, az nem tudáskérdés, hanem igénykérdés. Mert ha valakinek nincs igénye, akkor nincs tudása. Ha nekem van igényem, akkor megtalálom a tudást. Világos ez? Tehát ez igénykérdés, nem tudáskérdés. Tehát a tudás az rendelkezésre áll, és hát elég régóta rendelkezésre áll, és az embereknek van igényük a tudásra? Azt látod? Jellemzően, nyilván vannak olyan emberek, akiknek van, de jellemzően azt látod, hogy az emberek többségének van igénye arra, hogy olyan tudása legyen, hogy jobban tudjon gondoskodni az életében saját magáról? Mert az egy öngondoskodás, hogyha neked van tudásod arra a helyzetre, amire másnak nincs. Másnak az probléma, te meg egyszerűen fogod, ezt megoldod, és nem szenvedsz vele egy pillanatot sem. Érted? Tehát ez egy öngondoskodási forma, hogyha az ember tudást szerez azokra a dolgokra, ami vele szemben jöhetnek az életben, de azt mondhatod, ó, hát ki tudja, mi jön szembe az életedben. Hát eleve ott kezdődik, hogy te magaddal állandóan szembe jössz. Ami azt jelenti, hogy nem tudod magadat ott hagyni, ugyanúgy, mint az árnyékodat, ha süt a nap, vagy világít egy lámpa, nem tudod elhagyni. Ugyanúgy önmagadat, akkor tudod elhagyni önmagadat, ha meghalsz. Tehát önmagad, saját magad, az állandóan kéznél van, vagy nem? Aha, és az emberek fejlesztik a személyiségüket, pedig a személyiségük
az az életük része. És mindenki fejleszti a saját személyiségét itt a bolygón? Dehogy is, eszükbe sincs. Tehát az, hogy önmagaddal jól bánj, az miért nem része az életüknek, az embereknek? Miért nem? Mert nincs rá igényük. Pedig rendelkezésre áll tudás, hogy ez megtörténjen, hogy fejlődjön mondjuk a saját személyiségük, de nincs rá igényük. Miért nincs rá igényük? Hát mert lehet, hogy a barátainak sincs. Érted? Lehet, hogy a szüleinek sem volt. Akkor neki mi legyen? Eszébe se jut. De értsd már meg, hogyha nem gondoskodsz magadról, nem elég az etetés, itatás, ruházás, ha nem gondoskodsz magadról, meg fogsz halni hamarabb, mint amire számítasz. Miért? Mert megnehezítették az életet azért, hogy hamarabb meghalj. Világos voltam? Miért? Gondold végig. Elmondom neked. Jó? Évtizedek óta lassan mondom, hogyha a technikai fejlődést bevezetnék a cégek, akkor az alkalmazottak jó részére nem lenne szükség. Érted? Hát gondold végig, mondok példát. Annak idején pénzintézet vezető voltam, és három műszakban dolgoztak az embereim, és a legnagyobb létszám az olyan 130 fő volt, a teljes létszám. Nem egy műszakban, nem a teljes létszám, a három műszakban, akik az adminisztrációt csinálták. Azt ma kb. Három ember meg tudná csinálni. Érted? Ami azt jelenti, hogy nem lenne szükség arra a 130 ember, mert 130, tudom én hány ember, három vagy négy volt. Nem lenne szükség rá. Érted? Tehát ennyit fejlődött a technika. Tehát gyakorlatilag, ha fognák és gépesítenének, na most gondold végig, ez hogy működik, csak hogy tisztában legyél ezzel. Fogja egy cég, amely alkalmazottakat alkalmaz, fogja és azt csinálja, hogy ugye ott vannak az alkalmazottak, az alkalmazottak bért kell fizetni, és azután a bér után, amit az alkalmazott készhez kap, körülbelül ugyanannyi összeget az állam felé be kell fizetni. Tehát az azt jelenti, hogy ha ma megnézzük egy magyar átlagember, hogy mennyi, átlag dolgozó, hogy mennyibe kerül a munkáltatónak, akkor azt mondhatjuk, hogy 400 ezer forintjába. Világos voltam? És abból körülbelül 200-at kap készhez a dolgozó. Ha van mondjuk 1000 dolgozója, az havi szinten számolt ki mennyi? 400 ezer szer 1000, az 400 millió, ha jól számolom. Tehát havi szinten a bérköltsége 400 millió forint. Ha azt mondja, hogy gépesítek, és veszek 1 milliárdért gépet, és elküldöm az 1000 embert, érted? Jó, mondjuk akkor ne 1000-et, csak 1900-at mondjuk, akkor onnantól kezdve egy, a gépvásárást elszámolhatja költségként. Érted?
ami azt jelenti, hogy adó csökkentő tényező. Utána pedig amit termel a gép, azután egy fillér járulékot se kell fizetni, egy fillér adót se kell fizetni. Tételezzük fel, hogy az a gépek annyit termelnek, mint az 1000 ember termelt. Az azt jelenti, hogy havi szinten tisztán megspórol 400 millió forintot. Érted? Ami azt jelenti, hogy az 1 milliárdos beruházás visszajön neki 3 hónap alatt. Érted? Szerinted a munkáltatók nem fogják ezt megcsinálni? Most még az állam viszonylag kényszerhelyzetben van, mert választások vannak, és Magyarországon olyan 700 ezer körül van a közalkalmazott és köztisztségviselő ők száma. Na most ezt úgy hívják, amit ők csinálnak, hogy bürokrácia. De tényleg. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, most te mondjuk ha cég vagy, vagy vállalkozó és kiállítasz egy számlát, azt nem kell megnézni egy APEC dolgozónak, mert informatikailag az egész le van követve, és egyszerűen a gép jelzi, ha valami nem stimmel, a számítógép, érted? Nem kell be se avatkozni egy dolgozónak. Régebben minden egyes számlát ugye ellenőriztek az APEC dolgozók, és ilyen nincs. Mit gondolsz, meddig fogják azokat a dolgozókat tartani az állam, akik már gyakorlatilag alibi munkát végeznek? Csak azért alkalmazzam a választópolgár. Érted? Mit gondolsz, meddig? Na most, ha például egy kormány bevezet mondjuk egy biztos választási eredmény után, bevezet mondjuk olyat, hogy na akkor küldjük el a nem szükséges közalkalmazottaknak mondjuk a 70%-át, vagy 60%-át, akkor 4 évig nincs választás. És utána a 4 év múlva lévő választásokon már nem lehet visszacsinálni semmit. Érted? Ha már így felhoztad a választást. Szóval lényeg az, hogy a gépesítés az mindenkinek összességében, minden vállalkozásnak óriási pénz megtakarítás. Érted? Eszméletlen pénz megtakarítás. Most gondold végig, hogyha elbocsátják a dolgozókat, mondjuk a munkaadók, és azt mondja az állam, hogy jó, innentől kezdve fizess te, mint munkáltató, mondjuk 200 ezer forint hozzájárulást a mondjuk nyilván a teljesítmény arányába, de mondjuk úgy jön neki, hogy havi 200 ezer forintot azután a dolgozónként, amik voltak, de hát már ugye azok nincsenek, de az eredmény után fizes mondjuk 200 ezer forintnyi volt dolgozónkénti pénzt, de nyilván ezt nem így határoznák meg. Tehát mondjuk az 1000 dolgozó után az 200 milliót. Érted? Tehát azt mondanák, hogy mivel
ugyanazt a nyereséget létrehozza, abból fizessen ki 200 milliót. Miért? Hát mert hogy tudjanak alapjövedelmet, tehát segélyt biztosítani a nem dolgozóknak. Világos ez? De akkor is megspórolt a munkáltató 200 milliót havonta. És akkor legfeljebb nem 2,5 hónap alatt térül meg az 1 milliárdos beruházás, hanem mondjuk 5 hónap alatt. És akkor mi van? Te miért nem látod ezt át? Miért hiszed azt, hogy ez úgy működik, mint a szocializmusban volt, hogy valaki elment dolgozni, és tudhatta, hogy 40 év múlva elmehet nyugdíjba, akár arról a munkahelyről? Ez a világ, ami volt, ez elmúlt. A gépesítés elindult, és a dolgozókra nem lesz szükség. Világos ez? És vagy gondoskodsz a jövődről, vagy bele fogsz pusztulni. Mondok példát. Azok az emberek, akik például majd alapjövedelemből fognak élni, tehát az egy segély, segélyből fognak élni. Mit fognak csinálni? Mi lesz a produktum az életükben? Ha egy ember úgy, tehát az ember úgy működik, ezt tudja a hatalom, nehogy azt hitt, hogy nem tudja, hogy az ember úgy működik, hogy ha az embernek nincs produktuma, gyorsan meghal. Világos ez? És az embereknek, akiknek alapjövedelme van, vagy lesz, nem lesz produktuma. Mi lesz a produktum? A produktum most az, hogy pénzt keresel, dolgozol, pénzt keresel, érted? De akkor nem lesz. Hát nézd meg azokat az embereket, akik segélyből élnek, vagy nézd meg a nyugdíjasokat, milyen állapotúak. Nem jó állapotúak, mert nincs produktum, érted? Mert csak élik az életüket gyakorlatilag céltalanul. Miért nem akarsz kicsit látni egy közelebb jövőt? Ez nem is távol a jövő. Ez egy közelebbi jövő, érted? Már ha 10 évvel ezelőtt bevezették volna a gépesítést, akkor már akkor a lakosság körülbelül 30% vagy 35% a munkanélkül lett volna. 10 évvel ezelőtt. Hát most akkor gondolj végig, hogy most hol tartunk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol ez is mindenkinek a saját döntése, hogy saját maga elé helyezett egy ilyen sötétítő függönyt, érted? És ezáltal előre nem lát, csak oldalra. És mit lát? Mit lát oldalt? Hát ugyanolyan embereket, mint ő, érted? De az azt jelenti, hogy nem fognak tudni előre haladni. Tehát egy olyan világba jutottunk, amit ugye régen mondtam, hogy be fog következni. Nem azt gondoltuk, hogy egy vírus álcája mögé dugják az egészet. Azt nem gondoltuk, vagy gondoltam, de amögé dugták, így is úgy működik. Tehát egy olyan világban vagyunk, hogy vagy gondoskodsz magadról, vagy belekerülsz abba az univerzumi szabályba, hogy ami nincs fejlesztve, nincs eléggé gondoskodva róla, nincs növelve, az visszatér abba az alapállapotba,
amiből kiindult. És ugye te mint ember nem léteztél ugye a fogantatásod előtt, és nem fogsz létezni mint ember. Viszont lenne megoldás. Lenne megoldás. Tehát majd ide visszatérek, de itt van 10 terület. Tehát az embereknek, ha megnézed, olyan, mint, tehát ugye a saját árnyékunkat nem tudjuk elhagyni. Abból nem tudunk kilépni. Tehát önmagunkból nem tudunk kilépni. Ha önmagából valaki kilép, az meghal. Ennyi. Tehát miért nem fejlesztik önmagukat? Nem súlyban. Itt belül. Miért nem? Kényelmes, mert innen neki érti a komfortzónából. Hát mert nincs igény. Nincs igényük. Nincs igényük. Ugye milyen komfortzóna, ha már fölvetetted ezt a kérdést? Milyen komfortzóna? Otthonról nézhetők az előadások. Élőben is, felvételről is. Milyen komfortzóna? Tehát tudást úgy lehet kapni nálunk, hogy az emberek fogják, és otthonról nézik az előadást, akár élőben, akár bármikor felvételről. Tehát ki se kell lépni a komfortzónából. Világos ez? Ki se kell lépni. Az egy kilépés a komfortzónából, hogyha eljössz egy rendezvényre. Az igen. De az, hogy otthon vagy így is, úgy is, az nem kilépés a komfortzónából. Az se kilépés, hogy például csinálsz valamit, és bedugod a füledbe a mikrofont, és rádió hallgatod, nem úgy rádión, hogy megy a videó és annak a hangját, nem. Rádión, hogy ne nagyon fogyjon az interneted. Érted? Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, 50-ed internet szüksége van a rádiónak, mint a tévének. Tehát ez sem jelent problémát. Valaki valamit csinál, bedugja a fülébe a fülhallgatót, és hallgatja az előadást. Nem kell kilépni semmilyen komfortzónából. Nem úgy érezhető a komfortzónából kilépni. Szóval lényeg az, hogy hozzászólásoknak nem adok lehetőséget. Jó, tehát lényeg az, hogy hány olyan ember van a bolygón, akinek van párja. És vajon hány olyan lehet majd, aki elválik azok közül? Mondjuk a következő években. Tehát biztosra veheted, hogy az nem 0,1%, hanem azt is biztosra veheted, hogy legalább 10 fölötti százalék. A következő években el fog válni. Érted? Akinek párja van. Mi nem tanul meg bánni a párjával? Hát nincs rá igénye. Tehát szereted a boldogtalanságot? Most térjünk vissza a másikra, önmagaddal való bánásmód. Neked az jó, hogy az önbizalmad nincs rendben? Hát ha az neked jó, akkor te bolond vagy. Erre nem tudok más mondani. És miért nem teszel azért, hogy az önbizalmad fejlődjön? Miért nem? Önbecsülésed fejlődjön. Az önértékelésed fejlődjön. Ja, mert nem tudsz tenni. Nem az a baj, mert nincs igényed rá, hogy legyen tudásod arra, hogy az önbizalmadat képes, önértékelésed, önbecsülésedet képes legyél fejleszteni. Mondhatjuk azt, hogy igénytelen vagy.
Na most gondold végig, ha jobban megnézzük, ha most megnézzük, hogy az emberek mit csinálnak, hogy milyen igénytelenek, ott vannak a szüleik, tudnak bánni az emberek a szüleikkel? Hát akkor se tudtak bánni, mikor gyerekek voltak. Tudnak bánni a gyerekükkel? Hát ha tudnának bánni a gyerekükkel, akkor nem ilyen béna gyerekeket nevelnének. Vagy rosszul látom? Olyan, a bénaságra úgy értsd, hogy nem tudja megállni az életben a helyét felnőttként majd. Meg nem is állják meg. Van itt még több dolog, de most ebből a szempontból lényegtelen, de ez az, ami gyakorlatilag az ember minden további nélkül tudna ebben előrébb lépni. És ezek azok a dolgok, ez a négy, ami iszonyú mértékben előidéz boldogtalanságot, ha az nem jól működik. Érted? Tehát egy olyan ember, akinek nincs rendben az önértékelése, önbizalma, önbecsülése, az rendszeresen rossz döntést hoz. Ezért mit csinálnak az emberek? Nem hoznak döntést. Érted? Tehát kerülik a döntéshozást. Megkérdezném most azoktól, akik hallgatnak engem, hogy milyen arányban van az, aki szokta kerülni a döntéshozást, akkor lehet, hogy meglepődnénk, hogy hányan tennék fel a kezüket, és legfeljebb azért nem tennék fel, mert szégyelnék ezt a helyzetet. Na most, tehát úgy oldják meg, hogy ne kelljen döntést hozni, hogy nem hoznak döntést, érted? Tehát úgy próbálják megoldani, hogy ne legyen rossz döntésük, hogy nem hoznak döntéseket. Gondolod, ez egy normális emberi működés? Tehát így kellene működni az embernek? Hát egy olyan világban élünk, ahol akármilyen hihetetlen, sokkal több döntést kell hozni, mint ezelőtt mondjuk 40 évvel vagy 50 évvel. Érted? Sőt, azt lehet mondani, hogy szinte napi szinten, de ne úgy számoljuk, mondjuk számoljuk azt, hogy régen mennyi döntést hoztak egy hónap alatt. Most biztos, hogy jóval többet hoznak. Érted? És mit tapasztalnak meg az emberek? Utólag kiderül, hogy az egy rossz döntés volt. Nem? Vagy rosszul látom? Nem kellene úgy működni, hogy az ember képes jó döntéseket hozni? Hát hogyha te ingyen tanulsz olyanokat bárhol a világban, hogy hogyan legyél képes ezeken a területeken jól boldogulni úgy, hogy ne hibázz, és képes legyél jó döntéseket hozni, akkor te nem vagy tisztában a világgal. Sehol nem adják ingyen ezt a tudást. Sehol. Na most egy kérdés van, hogy vajon mennyiért adják? Ez úgy működik, hogy ha módszert is akarsz, az még drágább. Ha csak motivációt akarsz, tehát mit jelent a motiváció? Az azt jelenti, hogy elmondják, hogy milyen vagy, és megmondják, hogy ilyennek kéne lenned. Érted? És mondják azt, hogy te ezt meg tudod csinálni.
Nem azt mondják, hogy meg tudnád csinálni, hanem meg tudod csinálni, hogy oda juss. Ez, na, ez a motiváció. Aha. Tehát kinek van valami szakmája? Szakma? Amit tanult. Szakma van. Oké. Tehát van szakmán. És a szakmádat tanulás nélkül jól tudtad csinálni, meg gyakorlás nélkül? Ki van csukva? Csak azért, mert azt mondták volna, hogy mondjuk elkezded, vagy beiratkozta az iskolába, és azt mondták, hogy ó, hát te olyan szupermen vagy, hogy neked nem kell megtanulnod a szakmádat, te már tudod a szakmád. Tehát tessék menni csinálni. Na, ez a motiváció, érted? És akkor a balga ember elhiszi magáról, hogy tudás nélkül tud. És utána tudod, mit csinál? Hibát hibára halmoz. Na most az olyan típusú képzések, ami mondjuk motivációt ad, és azt mondják, hogy ilyen vagy, ilyennél kellene válnod, az körülbelül óránként minimum olyan 1500-2000 forint. Minimum. Oké? Okay? Az olyan képzések, ahol módszereket is adnak, az pedig úgy kezdődik, hogy olyan 60-70 ezer forint óránként. Óránként. Bocsánat, nem. Nem, 10 ezer forint, mert az egy napi díj. Tehát 10 ezer forint óránként. Tehát olyan 10 000 forint óránként. Ott kezdődik. De vannak olyanok is, hogy óránként ilyen 500 000 forint. Nem vicc, komoly. Szóval, na most ahhoz képest, ha valaki azt mondja, hogy mondjuk 19 700 forint 30 óráért sok, hát akkor kukuljon meg, ennyit tudok neki mondani. Tehát magyarul neki nem kell tanulnia, ennyi. Ráadásul így a második hónaptól meg csak 9800 a 30 óra. Tehát ez valakinek sok, nem kell tanulnia. Oké? Okay? Tehát vannak képességeim, kaptam ezeket a képességeit, mert szerettem volna ilyen jellegű képességeket annó annak idején már gyerekkoromtól, de akkor nem fedeztem föl, tehát már gyerekkoromban. Viszont felnőttként kaptam, és azt is tudom, hogy miért kaptam ezeket a képességeket, most ezt nem fogom el sorolni, erről már beszéltem a díjmentes részben is. Például olyan képességem van, hogy kapok információkat fentről. És akkor ugye mostanában megkérdezték tőlem, hogy mennyi olyan információ van, amit nem mondok el. Van egyébként. Van. Nem kevés. Szóval a lényeg az, hogy ugye tartok egy előadást, és közben kapok információkat. Beszélgetek valakinek mondjuk az ő életéről, és megoldások kellenek az életéhez, és akkor kapok információkat. Mit tudom én, olvasok valami anyagot, kapok információt arról, hogy az igaz, vagy hamis. Nyilván olyan anyag, ami emberek életét befolyásolhatja, hogy az igaz, vagy hamis. Stb. Stb. Tehát vannak ilyen képességeim, és ugye olyan dolgokat is tudok már elég régen, hogy mi várható a jövőben. És
az a baj, hogy ezek mindig bejöttek, hogy mi várható, és legfeljebb annyi volt, hogy nem éppen abba, pont abban az időszakban, általában előbb jött az a dolog, mint ahogy én idézőben jósoltam, vagy éppen nem abban a formában történt az meg, de megtörtént. És lényeg az, hogy ugye itt van egy jövő, és ugye egy kérdés van a jövővel kapcsolatban, hogy milyen lesz a jövő? Tehát milyen? Mert az senki mástól nem függ, csak az emberektől. Ha így haladna tovább, ahogy most van, akkor egy katasztrofális jövőt lehet látni. Ha az emberek hajlandók lennének azt megtenni, amiért itt vannak a bolygón, akkor nem katasztrofális jövő lenne. És ugye én nagyon régen mondom már 10 éve, hogy 3 dolog miatt jöttek az emberek ide. Tanuljanak, tegyék a dolgukat, amit annak alapján, amit tanulnak, és tanítsanak másokat arra, hogy ők is tudják tenni a dolgukat. Tehát ők is tudjanak tanulni, tenni a dolgukat, sőt, arra is tanítani kell őket, hogy hogyan tanítsanak majd ők is embereket. Mindenki ezért jött le. Tehát ez annyira pofon egyszerű. És vajon ezt csinálják az emberek? Van, aki ezt csinálja, de a többség az nem. Van, aki például, mit tudom én, jól megtanulta a szakmáját, jól dolgozott a szakmájában, és utána tanítja élete végéig azt a szakmát másoknak. De lehet, hogy arra a szakmára már nincs szükség. Érted? Mert előbb-utóbb a legtöbb szakmára, ami hagyományos szakma volt, már nem lesz szükség. Már egy jó része a szakmáknak ki is halt. A régi szakmáknak. Akkor ugye lehet, hogy mást kéne ezzel kapcsolatban gondolni az embernek, nem? Hogy lehet, hogy nem egy szakmát kéne megtanulni, és utána tanítani, hanem valami mást. Bár az is egy szakma, amit mi csinálunk, csak nincs szakmásítva. Hála a jó Istennek, hogy nincs szakmásítva. Tehát most gondold végig, hogy lesz ezen a bolygón aranykor, ha az emberek nem fejlődnek, nem tanulnak. Tehát ha te azt gondolod, hogy hát semmi gond, hát majd valahogy el lesz az emberiség ezen a bolygón, hát most már itt van több ezer éve, sok ezer éve, hát majd ezután is el lesz. Csak akkor te nem vagy tisztában azzal, hogy ez a kísérlet lejárt. És örüljünk, hogy még élünk. Érted? Tehát örüljünk, hogy még van olyan, hogy emberiség. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy szerinted miért növekedett ilyen mértékben az emberiség lélekszáma az elmúlt pár évtizedben? Tehát, hogy gyakorlatilag meg négyszereződött. Mondhatnád, hogy népszaporulat. Aha.
csak hogy egy kicsit ismernéd az ember működését, abban minden egyes testbe be kellett rakni egy lelket, érted? Ugyanis lélek nélkül az ember az nem ember. És ez olyan, hogyha valakiből kimegy a lélek és nem akar visszamenni, akkor úgy kell mesterségesen táplálni, érted, az embert? Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag kómában van, érted? Tehát a kómásokból kilépett a lélek, oké? Úgy is lehetne mondani, hogy olyan, mint mikor te alszol, érted? Tehát hogyha csak aludnál, akkor előbb-utóbb meghalnál, ha nem táplálnak téged folyadékkal, táplálékkal, stb. Stb. Érted? Meghalnál a alvásba, mert éhen halnál alvásba, meg szomja halnál alvásba. Tehát ami azt jelenti, hogy amikor egy lélek kilép a testéből, akkor táplálni kell, hogy az fönnmaradjon, az a test, érted? Hogy életben maradjon a test. Tehát valakik berakták a lelket a testbe, érted? Ha hiszed, ha nem. És miért csinálták azt, hogy ennyi lelket leküldtek? Tehát lehetett volna gyerekeket szülni halva, meg gyerekeket szülni úgy, hogy nincs benne lélek és táplálni kell géppel, érted? De nem így születtek le a gyerekek, hanem mindbe beraktak lelket, érted? Tehát a testünk felnőttként képes arra, hogy nő, férfi összeadja, mi van, és akkor létrejöjjön egy gyerek lélek nélkül is, csak nem lesz életképes. És ha nem táplálod, érted, nem itatod, stb. Úgy, hogy kommunikálni nem tudna, mert te se kommunikálsz akkor, mikor alszol, érted? Tehát így is megszülethettek volna, csak így mi értelme lett volna? És vajon miért küldtek le egy csomó lelket? Vajon miért? Hm? Hát hogy adjanak nekik egy esélyt arra, hogy fejlődjenek, érted? Mondhatni azt, hogy egy itt az emberiség történetében egy utolsó esély, nyilván nem, a lélek történetében nem egy utolsó esély, de az emberiség történetében egy utolsó esély. Tehát ez olyan, mint mikor valamit bezárnak, mondjuk egy olimpiát, és akkor legvégén mindent beleadnak, minden csinnadratta ott van, minden sportoló ott van, fölvonul a stadionba, egyébként pedig mindig csak páran küzdöttek ott ahhoz képest, érted? És akkor olyankor tudhatod, hogy az olimpiának vége, mert mindent beleadtak. És ha megnézed, gyakorlatilag nagyon sok ilyen párhuzamot találsz, ahol a végén mindent beleadnak, úgy befejezésként, és most ez van, most így a végén mindent beleadnak, és itt van a sok lélek. Most gondold végig, nekik meddig tart, ha meghalnak, átszállítani a lelkeket egy másik bolygóra? Sem eddig. Mikor ilyen parányi lelkekről van szó, érted? Jó, hát mit tudom én, mondjuk lehet, hogy van öklömnyi is, aki már egy kicsit fejlődött. Szóval a lényeg az, hogy ha most gondold végig, hogy egy olyan világban vagyunk, ahol
vagy elmúlik itt minden, vagy pedig akik alkalmasak arra, hogy fejlődjenek, van igényük a fejlődésre, fejlődnek, és létrehozunk egy aranykort. Érted? Nem kell elhinni nekem, jó, hogy nincs más út. Semmi gond, amikor meg fogod tapasztalni, már késő lesz, tudod? Mit fogsz megtapasztalni? Hát azt, hogy igazam volt. Tehát azért vagyunk itt, hogy az embereket fejlesszük, és olyan emberek kellenének, akik képesek a tudást továbbadni. Mondok példát, hogy értsétek, jó? Vannak nálunk vezetők. A vezetők nagy része, attól függően, hogy milyen magas szintű vezető, már fő tevékenységben dolgozik itt. Mit dolgozik? Régen azt csinálta, hogy csak szervezet, most pedig már azt csinálják a vezetők, ugye magasabb vezetőként, ugye az, mikor még csak szervezett, akkor nem volt vezető, hogy szerveznek is, de vezetnek is, és tanítanak is. Tehát mind a hármat csinálják. Ami azt jelenti, hogy ugye azok, akik vezetői szintet értek el, ugye itt az elmúlt években, az jelenleg több mint 30 fő. Ez nem túl sok még. De azok azt jelenti, hogy azoknak egy része csinál már olyanokat, hogy például van a vasárnapi heti találkozónk, az azt jelenti, hogy 3:30-kor kezdjük a képzést, vagy 4:30-kor, bocsánat, és előtte tartanak képzést a csapatuknak. Plusz képzést. Az azt jelenti, hogy mondjuk 2-től. Vagy 1-től, attól függ. És az azt jelenti, hogy nem csak szerveznek, nem csak vezetnek embereket, hanem tanítanak is embereket. Csak azért, hogy ez úgy világos legyen, hogy működik ez. Na most, a bolygó az durván 8 milliárdos, tehát 8 milliárd ember él. Na most a legtöbb ember jelenleg mondhatjuk azt, hogy igénytelen. Tényleg igénytelen, mert még arra sincs igényük, hogy egészségesek legyenek. Érted? Tehát nem tesznek meg annyit a testükért, hogy egészségesek tudjanak maradni. Tehát igénytelenek. És hát aki igénytelen marad, az nem fog bekerülni az aranykorba. De hát azt mondod, hogy az már mikor lesz az még? 13 év múlva. De tudod mi a baj? Az a baj, hogy az aranykorba jutáshoz kell 9 év tanulás. Legalább. Tehát legalább. Emiatt nem tudom, előre szólok, jó? Nem tudom, hogy viseled majd a rokoni, családi kapcsolataidban a haláleseteket. Tehát vajon mennyire fog ez megviselni téged? Hát baromi sokan fognak meghalni a jövőben, akik nem akarnak fejlődni. Érted?
Tehát lehet, hogy föl kellene venni avval kapcsolatban is egy immunitást. Nem csak a Covid-dal kapcsolatban, hanem a halálesetekkel kapcsolatban. Mert emlékezzetek majd erre, amit most elmondtam, jó? És ez nem távoli jövő. Ez azt fogjuk látni, hogy egyre több és több a haláleset. Ezt majd megmagyarázzák. A média az mindent megmagyaráz, tudod? De ez csak egy dolog, hogy nem akarnak fejlődni. És ez azt jelenti, hogy ha valami nem fejlődik, az visszafejlődik. Érted? És az mindegy, hogy egy ember, vagy egy tárgy, ha nincs gondozva, visszafejlődik. Érted? Vagy hamarabb elmúlik. És ez a hamarabb elmúlás, ez elkezdődött. Ez elkezdődött. És ez nem rossz hír. Most gondold végig. Te életedben mennyi olyan történés történt, amikor valaki feldühített, felbosszantott, elnyomott, stb. Stb. Hm? Voltak ilyen esetek? És jó volt? Nem? Tehát, hogy most meg kellene számolni, hogy hány ilyen eset volt, meg tudnád számolni az életedben? Biztos, hogy nem. Számtalan. Nem? Mondanám, hogy az aranykorban ilyenek nem lesznek, jó? Meg azok az emberek se, akik ilyeneket csinálnak. Tehát ami azt jelenti, hogy meg kellene tanulni addigra, hogy az ember nem működjön így. De az aranykor az csak egy átmeneti állapot. A magasabb létformába visszajövetelhez, visszatéréshez, ahonnan jöttünk. De nincs közvetlenül bejutása magasabb létformába aranykor nélkül. De se a magasabb létformát, de még az aranykort sem élhetik meg azok, akik nem tudnak etikusan működni. És nem tudják pontosan különbséget tenni a kicsit jó, vagy még jobb, vagy még jobb, vagy kicsit rossz, vagy még rosszabb különböző fokozatai között. Tehát az, hogy a jó emberek nem tesznek semmit, és csak nyavajognak a problémákon, a körülvevő problémákon nyavajognak, nem ezt csinálják az emberek? Azzal nem fog előre menni a világ. Tehát én még nem láttam olyat, hogy valakinek a nyavajgásától valami jobb lett volna, vagy valami jobbá vált volna. Sőt, inkább azt látni, hogy az emberek, ha nyavajognak, akkor még rosszabb dolgok történnek velük. Nem kellene összefogni? És tenni azért, hogy az emberek fejlődjenek? Hogy tanuljanak? Nem kellene? Tehát így jó minden, ahogy van? Nem kellene jól érezni az embernek a jövőben magát, függetlenül attól, hogy mások hogy érzik magukat. Tehát én azt el tudom fogadni már, hogy nagyon sok ember nem fog bejutni az aranykorba. Tudod mit? Azt mondom, hogy ennyi. Oké? Nem az én problémám, hanem az övé.
az én problémám az, hogy minél több ember legyen, ami nem probléma, hanem feladat, érted? Aki bejut az aranykorba. De ez egy feladat, és egy olyan feladat, ami még a történelemben nem volt. Te biztos, hogy nem csinálsz olyat az életedben, ami a történelemben még nem volt, ha nem vagy itt. Oké? De ilyen, amit mi csinálunk, hogy az emberiség minél több, minél nagyobb százalékát bevigyük az aranykorba, ilyen még nem volt. És ez mivel innen indult ki, ezért ugye először ennek itt kellene megvalósulni. Nyilvánvaló. Ha mindig ott kell megvalósulni először, ahonnan kiindul az egész. Szóval lényeg az, hogy gondolkozz, és ne halogass, mert pórul jársz. Jó? Köszönöm a figyelmeteket. Most lesz 25 perc szünetünk, és 25 perc szünet után pedig személyiségfejlesztő coachképzésünk folytatása következik. Aki esetlegesen még nem tanuló, és személyesen megjelent egy rendezvényünkön, akkor ő a helyszínen ugye részt tud venni a második részben is. Hát a többiek meg úgy jutnak hozzá, egy alkalommal vehet részt természetesen, a többiek meg úgy jutnak a képzésekhez, hogyha tanulóvá válnak. Tehát a tanulók azok hozzájutnak a képzésekhez. Egyébként csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban még mondani, hogy jelenleg például ez a személyiségfejlesztő coach, ez a 5. hónapba fordul a mai nap folyamán. Tehát 5 hónapja tanuljuk. Tehát ami azt jelenti, 5. hónapja tanuljuk, tehát 4 hónapot már koptattunk ebben a kapcsolatban, legalábbis akik járnak a cipőjüket. Tehát lényeg az, hogy nem kis témákról van szó, és ezért ugye az itteni tanulás az nem pár hónap vagy pár év, jó? Hanem hosszabb természetesen. De ha valaki úgy gondolja, hogy időközben bármikor abba akarja hagyni, semmi gond nincs ezzel. Nem várunk senkitől olyat például, hogy fizessen be előre x hónapot, bár érdemes egy 3 hónapot azért kipróbálni. Most nincs 40 ezer forint ugye a 3 hónap, ami 90 óra, és ha úgy látod, hogy ez neked nem válik hasznodra, hát az sem az én problémám, hanem a tied. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!